És már is Szalai Dánielt köszöntjük, a Média egy alapítóját és főszerkesztőjét. Jó reggelt, és hát a Spirit FM-en egy hasonló nevű műsornak a felelős szerkesztőjét. Örülünk, hogy itt vagy. Tegnap beszélgettem Keleti Artúrral, ő egy kiberbiztonsági szakértő, vagy jövő és titokkutató, vagy valami hasonló. Igen. Szóval, hogy ő azt mondja, hogy ilyen milliós nagyságrendű megnyitási kérelem érkezett ugye a sajtó egy részének a felületeire, többek között a Média egy oldalára is, és hát nagyon érdekes, erről majd biztos beszélsz, hogy személyesen téged is megemlítenek azok az üzenetek, amelyek csatolódtak ehhez a jelenséghez. Mi történt pontosan? Igen, én hoztam is magammal egy puskát egyébként, csak azért, mert annyi lapot támadtak meg, hogy ha fel akarnám őket sorolni, akkor innen kéne néznem. Körülbelül 30 lapot ért túlterheléses támadás az elmúlt napokban, hetekben, most már itt május óta tart ez az őrület. Bennünket napok óta folyamatosan, de előtte is volt egy kis szünet, és akkor is voltak ilyen támadások. Ezekkel a támadásokkal elérik azt, hogy megbénuljanak ezek az oldalak időre, tehát átmeneti időre, fél órára, órára, egy-két órára, vagy akár még tovább, de ennél rosszabb ugye az, hogy nem is tudjuk ugye tenni a híreinket, különböző egyéb károkat is okoznak, nem jelentek meg addig ugye hirdetések, olvasókat veszítünk el, és így tovább, és így tovább. Tehát telítődik a rendszer, nem bírja kiszolgálni ezeket a normál olvasói igényeket, amik egyébként ezen felül ugye egyébként megérkeznek. És ez a személyes üzenet, ez pontosan mi volt, és technikailag hogyan volt megvalósítva? Igen, ezt a rendszernaplóban találtuk meg az URL-ben, amit próbálnak ugye megnyitni, ebben volt nagyon nagy mennyiségben ugyanaz a string, ez a kifejezés benne, hogy shut the fuck up Szalai, no one asked you, tehát fogd be a pofát Szalai, senki nem kérdezett téged. Ez nyilván arra utal, hogy valamilyen szinten ismerik ennek a hátterét, hogy ki akkor a főszerkesztő, ki a tulajdonos. De volt egy másik is, azt pedig úgy néz ki, hogy Hanó hates you, tehát Hanó gyűlölt titeket, de ki a Hanó, azt nem tudjuk sajnos egyelőre megmondani, ugye nagyon ügyesen csinálják kínai, orosz, amerikai, német és különböző egyéb országbeli IP címek mögött bújnak el, ezek nyilván nem valós, hogy mondjam, nem valós országok, ahonnan ténylegesen érkezik a támadás. Hogyha azt mondjuk, hogy ez az a halmaz a magyar sajtóból, ami a kormánytól független, vagy ha megfordítom, a jobb oldalhoz és a kormányhoz köthető orgánumok nem kaptak támadást, akkor ez is stimmel, vagy nem? Nagyjából stimmel, van mondjuk az Indomédia, ahol ugye fele részben kormányközeli tulajdonos van, tehát az Index ugye tartozik oda például, és a Velvet, a Dívány, Femina, és még jó pár egyéb oldal, de alapvetően a 30 lapnak a túlnyomó többsége az olyan lap, amelyik független a kormánytól. Jó, de hát az Indexen is azért valós hírek vannak, tehát hogy nem egy publicisztika rovat. Persze, igen. Na, ha már ennyire sok orgánumot ért támadás, akkor egyrészt körvonalazódik-e bármilyen összefogás, másrészt a magyar hatóságok hogy érzitek, mennyire veszik komolyan ezt a helyzetet? Én azt látom, hogy általában kevesen tesznek bejelentést, nem sok értelme van, mert hogy annyira ügyesen bújnak el a különböző támadási címek mögött, hogy szinte lehetetlen őket elkapni egyébként, mert mire az ember megírja a feljelentést, addigra megváltozik az IP cím, ahonnan a támadás érkezik. Tehát pillanatok alatt tudnak változtatni. Mi is, amikor tapasztaltuk ezt a támadó üzenetet, akkor kitiltottuk, hogy erre a címre már ne lehessen, hogyha valaki ezt a setup szöveget próbálja. Kitiltottuk, és utána perceken belül egy másik stringre érkezett. Tehát nagyon gyorsan igazodnak a mi védekezésünkhöz, ezért nagyon nehéz a védekezés ez ellen, és ezért nehéz a kézrekerítésük is, hiszen mire megírjuk a feljelentést, addigra már valószínűleg egy teljesen másik országba lépett címről fog érkezni a támadás. Meg hát azt tudjuk ezekről a támadásokról, hogy nagyon olcsó egy ilyet megszervezni, egyre könnyebb hozzáférni ez a technikához. Szerinted mi a te tevékenységedben, vagy a ti tevékenységedben, ami kiverheti a biztosítékot? Hát az, hogy megírjuk a szólásszabadsággal, a médiaszabadsággal kapcsolatos olyan ügyeket, amiket valószínűleg nem mindenki szeretne, hogy így legyen. Na jó, de egy ilyen, tehát hogy most arról beszélünk, hogy valaki végrehajtja technológiailag ezt a támadást, de valószínűleg a megrendelőt máshol kell keresni, nem? Nem tudjuk, hogy ki a megrendelő, tehát ezzel a kapcsolatban nyilván találgatni lehetne, de ebben nem biztos, hogy érdemes nagyon belemenni. Az biztos, és az a rémisztő, és szerintem túlmutat azon, hogy most bennünket támadtak, az, hogy tényleg
közel 30 lapot támadnak, és amikor egyszerre történik mindez mondjuk egy hétvégén, hogy nem lehet megnyitni a hvg.hu-t, nem lehet megnyitni a nyugat.hu-t, a Telexet, akkor a tegnap esti friss fejlemény az átlátszó.hu-t bénították meg. Tehát mi van akkor, hogyha mondjuk az összes hírportált egyszerre lelövik, akkor honnan fogunk tájékozódni? Ha közben történik valami a világban, egy nagyon fontos fejlemény, akkor hogy fogunk igazodni? Ugye itt a szomszédban a háború van. Mi van, hogyha a háborúval kapcsolatos valamilyen hír késő fog eljutni az emberekhez? Vagy jövőre választások vannak, választások alatt történik egy ilyen, hogy leáll az összes portál. De most én a szabadból azt veszem ki, hogy körülbelül abban lehet reménykedni, hogy valaki majd leszáll rólatok. Hát ennél azért nyilván többről van szó, tehát mindenki próbál védekezni, próbálja a biztonsági beállításait még jobban fokozni. Az első védelem az nyilván ilyenkor az, hogy elkezdjük azokat az országokat kitiltani, ahonnan a támadás érkezik. Aztán próbálja a védelmi rendszer ezt egy kicsit szofisztikáltabban igazítani, csak ez, amíg megtörténik az átállás, az mindig okoz egy ilyen kiesést. Aztán megyünk tovább, megint jön az újabb támadás. Számszerűsíthető, hogy mennyi a plusz költség ennek kapcsán nálatok? Összességében az okozott kárt azt tudom mondani, hogy az elmúlt, ugye most már másfél-két hónapban, ami tényleges kár, szerintem már milliós értéket halad meg. És ez nyilván minél nagyobb bevételű egy orgánum, annál nagyobb lesz a kár is. Igen, meg ugye van járulékos költsége, tehát most például be kellett vonnunk embert, aki folyamatosan azzal foglalkozik, hogy ezeket a támadásokat menedzselje, hiába vagyunk az egyik legnagyobb biztonsági rendszer mögött, kézzel is bele kell nyúlni, be kell állítani ezeket a szabályokat is pluszba. Valószínűleg csak annyit tudunk mondani a nézőknek, hogy tartsanak ki ezek mellett az orgánok mellett, akkor is, hogyha éppen nem elérhető, és jöjjenek vissza. Igen, ez egy jó, hogyha így tesznek, igen. Köszönjük. Köszönjük. Köszönöm.